Szép jó napot kívánok mindenkinek, itt a Fenyő Iván. Eltelt ez a hétvége. A számomra és a barátaim számunkra egy sorsfordító és komoly hétvége volt. Kikerült az a film, az a videó, aminek azt a nevet adtam, hogy Vének tanácsa. Picit beszélnék erről. Egy Vének tanácsa reflexió, utólag. És egy picit beszélnék innen a egyik legfontosabb kommentekre, amit kaptam. Nagyon-nagyon sok csoda és csoda jó kommentet kaptunk és kaptam, és nagyon köszönöm, köszönöm. A mostani videónak a témája egy nagyon érzékeny téma lesz. Férfi, nő. Különbségek, érdekességek, összehasonlítások. Előre szólok, hogy ez nem lesz egy mindent átfedő videó. Tehát itt ebben a videóban nem is törekszem arra, hogy a különbségeket elmondjam férfi és nő között, vagy éppen összehasonlítsam őket. Lehet, hogy majd erről lehetne egy videót csinálni. Most csak ami ennek a filmnek, a Vének tanácsa filmnek kapcsán jött komment terület, hogy miért nem, miért nincsenek nők, hol vannak a nők, ennek kapcsán szeretnék csak kiugrani arra, hogy miket gondolkoztam itt a férfi és nő dolgokon. Tehát csak a Vének tanácsa kapcsán egy ilyen női dolgokkal kapcsolatosan kiugranék egy témakörre, és ezt az egész nagy, komoly férfi és nő témakört, amiről könyveket lehet írni, meg írtak, meg előadásokat lehet tartani, meg tartottak, meg órákig lehet beszélni és filozofálni, és talán érdemes is. Ezt most nem vállalom, és nem is ennek ugrok neki. Ennek csak egy szeletét, egy nagyon kis részét szeretném itt most nektek megvilágítani. Ezt előre szólok, hogy nyilván nem tudok mindent lefedni, de még most nem is törekszem rá. Jó? Teljesen spontán, a szokás szerint, de teljesen spontán módon csak arra fogok reagálni, ami itt ezekkel kapcsolatosan eszembe jutott. De akkor vissza az első témára. Megvolt ez a film, és nagyon-nagyon nagy fogadta, nagyon nagy nyitott fogadtatásra lelt. Képzeljétek el, most szerda van, és tegnap néztem utoljára, hogy most akkor mennyi ilyen vagyunk, és ilyen 110, és nem emlékszem már, vagy 112, vagy 116 ezer ember nézte meg ezt a filmet. Nagyon jó érzés. Azt kell mondjam, hogy őszintén szólva nem is vártam, vagy nem is gondoltam. De nagyon jó érzés. A visszajelzések 90-95%-osan teljesen nagyon hálásak, nagyon pozitívak, nagyon megbecsülőek, nagyon köszönőek, nagyon biztatóak, nagyon jól látják, érzékelik az egészet, és ez nagyon-nagyon sokat számít nekem. Fontos a visszajelzés. Fontos a visszajelzés, mert hogy tudjuk, hogy amikor egy éhes embernek adsz ételt, akkor az, jaj, de jól esett, köszönöm, és finom volt. Az fontos, mert az jó érzés nekem is, és az is jó érzés nekem, hogy neki jó érzés, hogy tudtam valami jót adni, vagy tudtunk valami jót adni. Egy picit elmondanám, hogy ez mi volt. Itt a már a második témára, ez a miért nincsenek nők a filmben, és onnan majd kitérek egy pár dologra, itt a férfi és női dolgokra, amikor eszembe jutottak érdekes módon, ami egyébként leképezi a mai társadalmunkat, vagy érdekes jelenségeket. Ezt már előrevetítem most, hogy elmondanám, hogy készült. Én az utóbbi időben nagyon, az utóbbi időben az
egyébként majdnem egész életemben, tehát nem is igaz, hogy az utóbbi időben, tehát, de nagyon spontán vagyok. Tehát nagyon ritkán tudtam és szerettem, és sikerült az, hogy a tervezek valamit, és ahhoz mereven ragaszkodom, hanem nagyon ebben szerencsés vagyok, vagy jó, jó dolgokkal jöttem, hogy nagyon jó az intuícióm, pontos az intuícióm, megbízható, jól vezettetődöm, jó a kis antennám, jól érzékelem talán, vagy eddig úgy nézett ki, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, merre vezet az út, és így az ihletek, inspirációk is azért sem másolok esetleg mást, se a színészetemben, se ebbe a tudatosság dologban, mert nem is úgy jönnek, elég néha formabontó, amit csinálok, vagy néha újszerű, vagy néha megszólják, vagy néha új, vagy néha akár felháborító, vagy néha nem értik, vagy néha idegen, de biztos, hogy nem másolom, és nem egy ilyen átlag ez a fogyasztói társadalomnak adom a dolgokat. Mert valószínűleg ahonnan én nézem, vagy én gondolkozom, vagy amilyen vagyok, az nem mindenki ért azzal egyet, vagy nem mindenki érti. De az a vékonyabb, vagy különleges, vagy érzékenyebb, vagy velem rezonáló, különleges ébredő réteg az, hogy most a tudatossággal kapcsolatos dolgaimat világítsa meg, az valahogy érti. Na most nekem a Gyere fel Ivánhoz kezdeményezés is egy ihlet volt, egy inspiráció, egyszer csak jött, nem látok ilyet, azóta már vannak, többen is csinálják, már az egyik tévétársaság szinte azt a címet is ellopta, akkor vagy nem lopta el, lehet, hogy nem lopta el, csak pont nekik is eszükbe jutott később, tehát oké, nem tudom, csak gyanús. Ezek az ilyen spontán videóim, hogy egyszer csak azt mondom, na szevasztok, spontán videót csinálok, ezt is már egy másik spirituális ember is csinálja, hogy spontán videót csinálok. Tehát sok ilyennel találkozom, amikor az emberek azokat a dolgokat, amiket én csináltam, ami egyébként fura, meg kicsit tényleg ilyen formabontó, vagy nem túl, egyébként nem túl profi, vagy nem túl menő, hanem kicsit ilyen, inkább természetes, vagy inkább önazonos, azt az emberek így átveszik, vagy csinálgatják. Való igaz, hogy lehetne többet tanuljak akár bizniszről, meg keretekről, meg ilyesmi. Valahogy nem annyira érdekel, hanem inkább ilyen önazonos módon próbálom azt csinálni, amit érzek, vagy ami jön, vagy fölvállalni tényleg, amilyen vagyok, a hülyeségeimet is. És akkor ebben talán van sok nem hülyeség is, vagy látszik tényleg a lelkem, hogy akarok jót adni, vagy csinálni. És akkor oda térek vissza a témára, hogy így jött ez a nem a Gyere fel Ivánhoz, hanem a Vének tanácsa is. Hogy egyszer csak azt mondtam, hogy volt egy barát, aki átküldött egy filmet, hogy nézd meg, milyen jól van vágva, tök jó kis beszélgetés lenne, hogy látnálak titeket pár emberrel. És akkor eszembe jutott, hogy hú, ez a film olyan nagyon jó. Onnan eszembe jutott az a ilyen, még a pandémia előtt volt egy olyan ötletem, most nem lövöm le, mert lehet, hogy ezt megcsinálom, de ez a lényege, hogy a barátaimat összehívni, tehát akik ilyen komoly gondolkozó barátokról beszélek, akik egyébként komoly gondolkozó vezető, akár spirituális emberek, vagy általában spirituális, de másfajta vezető emberek, ezeket összehívni, az én embereimet, akik nem az, hogy Magyarország legjobb gondolkodóit összehívom, Magyarország legjobb spirituális emberét összehívom, mert mi az, hát ez szubjektív. Nem, azért akiket én szeretek, én ismerek, az én ízlésem, és jóba vagyok velük nagyon, tehát egy emberi baráti szinten is, azokat összehívni, és ővelük adni valamit. És akartam egy ilyen rendezvényt csinálni, még 2019 körül, és akkor jött a pandémia, más dolgom volt, elkezdtem forgatni, és úgy abban maradt, de mindig gondoltam rá, hogy valahogy összeültetni, azért is van a vacsora a Gyere fel Ivánhoz, és azért vacsora, ott is üljünk össze, tehát mindig van az, hogy üljünk össze, filozofáljunk együtt, beszélgessünk együtt, stb. És amikor ez a barát elküldött egy videót, ahol teljesen más témában férfők így beszélnek, de kaja közben, akkor mondom, hogy gyerekek, talán ő mondta, hogy valami ilyesmitben látlak Iván, és akkor eszembe jutott, hogy basszus, akkor így most csináljuk meg ebben a filmben, ilyen filmszerűen, azt, amit én amúgy is már ezer éve akartam és kitaláltam, hogy a barátaimat összehívom.
És így összehozva ezt a kicsit olyan, mint a gyere fel Ivánhoz ilyen vacsora, hogy akkor tényleg csináljuk akkor egy vacsorát. És akkor így, ahogy ebbe a ilyen referencia videó volt, amit egy ilyen nagyon jó ilyen kis videós barátom mutogatott, aki nagyon jó ízlésű, és ő is nyitott, és ő is szereti az éneket, azt mondta, hogy figyelj, kéne egy ilyet csinálni. És mondta, jó, akkor kezdjük, de akkor csináljuk meg. És akkor jött egy ilyen gondolat, hogy figyelj, csináljunk egy ilyet. És akkor összehívjuk, nem tudom, ki legyen benne. Nem tudom, ki legyen benne. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ki legyen benne. Hát ki legyen benne a barátom. Nem tudom, Zsolti mindenképpen a kis és volt, Bedőimi benne lehetne tényleg. Hassalját, a Kassai az legyen benne. Págeru, hát akkor Págerulat meghívom, akkor a jogamestem, akkor ő is dumál. Ki legyen meg Kaló benne, legyen benne a Jenős. Jenő van, kedve? Van. Ki legyen még benne. Ezekre gondolkodtunk. És egy ember még eszembe jutott, most megint nem lövöm le, titokzatoskodom, egy férfi. Mert ő szintén ilyen nagyon baráti viszonyban vagyok vele, és ő pont az utolsó pillanatban azon a napon nem értem, mert volt egy forgatással egy időpontváltozás. Tehát az, hogy nő nem volt benne, az nem direkt volt, hogy a férfiak mi megmondjuk, és a nők kusoljanak, meg főzzenek, nem ez volt benne, hanem az volt, hogy tehát itt, ha én nő lennék, gondolom sok nő lenne, mert akkor női barátaim lennének. Mondjuk így is vannak, de mivel férfi vagyok, ezért apaképek, férfi barátok, férfi egymásra filozofálásaim vannak, és persze vannak nők az életemben, de ők általában már ilyen vezetők vagy spirituálisak, de ők nem baráti szinten vannak nekem, hanem inkább segítők. Tehát akár a pszichoterapeutám nő volt, egy idősebb nő volt, egy kicsit olyan anyakép, akár egy kineziológusom az is. Tehát ugye vannak ilyen női vezető gondolkodók az életemben, de amikor az volt, hogy a barátaimmal üljünk le egyet, akkor eszembe se jutott nő, mert nincs ilyen nő így. Tehát nem férfi vagy női nemi válogatásból jött ez, hanem tényleg is mondani, ők a barátaim. Gondolom azért, mert férfi vagyok. Vagy nem tudom, hogy mi így alakult. Na most összejött velük ez a dolog. Leültünk. Meghívtam őket, és azt mondtam, hogy gyerekek, üljünk le, de mi ez Iván, meg hova, meg de, nem tudom, de hova, mi a célod, hova teszed ki, ez meg vissza a terve. Mondom, nincs célom, vagy akár valami biznisz, akkor fölépítesz rá valamit, vagy majd mikor jövünk, mondom, gyerekek, nem tudom. De jó, akkor az úgy vegyük föl majd, hogy mert én is szoktam videókat csinálni, mondta egyik, kettő, másik, akiket most így elmondtam, tudod, van nektek ilyen YouTube csatornák, és elmondták, mondom, figyelj, én filmes vagyok. Tehát nem kell vele semmit törődj, nyugodj, ismerem, hogy működik ez a dolog, majd én hozok kamerást, majd én hozok fény, mindent intézek, jó? Tehát csak arra kérlek, hogy ekkor és ekkor ráérsz, üljünk már le együtt és beszéljünk, de akkor mi a téma? Nincs téma. Átküldöm mindegyiköknek ezt a referencia videót. Mit csinálnak itt férfiak? Dumálnak, teli szájjal néha. De van, amikor így is beszélünk, hogy mit tudom, itt van itt egy füge, hogy figyelj, azt mondom már meg, hogy azzal mi van, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy tudom, magyar ember teli szájjal nem beszél. Hogyha ezt egy picit félre, picit belazulunk, akkor azt mondom, gyerekek, mi van, hogy olaszok, dumálgatunk, Kalifornia, lazán dumáljunk már, mit gondolsz te arról, hogy stb. Én szeretem, amikor az étkezés között filozofálunk, beszélgetünk. Ezért van a Gyere fel Ivánhoz is, ezért voltak a fénykonferencia utána a vacsorák. Szóval szeretem, hogy üljünk össze, és kerekasztal, Artúr király kerekasztal beszélgessünk. És ez nem csak az, hogy üljünk, és akkor feszítünk, hanem tudod, lazán, dumáljunk már. Kajáljunk egy jót. És közben szerintem van egy gondolat ennek, hogy miközben kajálsz, nem kezdesz el úgy annyira okoskodni. Úgy belazulsz, úgy természetesebb vagy. Úgy megakasztana, hogy ma előadást tartasz. Nyugodj, lazítsen már. Egy év csavarikus magettit toljunk, dumáljunk. És mondom, hogy fél, semmire nem kell készüljetek. Nem is mondok el semmit. Én se fogok készülni. Egy kérdéssel sem, gyerekek. Annyit kérek, hogy üljünk ott le, vacsorázunk. Jó, de mit kell? Majd én hozok, majd én hozatok, én intézem, csak legyél ott, és kérdezzük, és dumáljunk, érezd jól magad. Meg is, így is volt. Tehát mindent intéztem, a forgatócsoportot, a kaját, mindent, hogy nézzen ki a design. De én csak azt mondtam, hogy kajáljunk egy jót, és vegyük föl. Mert olyan jókat szoktunk beszélni, vegyük már fel. Csomó barátom van, pont a Bedőimivel beszélkedtem egyébként a minap is, de van egy izraeli barátom. Azért, hogy angolul beszélünk telefonon, mondom, hogy basszus, ha ezt a fél órát, másfél órát, vagy egy órát fölvetjük volna, te, mi vagy? Ez egy podcast lett volna. Tehát mi így szoktunk beszélgetni, filozofálni, a Kassai felhívott, és mondja, hogy Iván, az emberek nem tudják, hogy mi tényleg így szoktunk beszélni. Mondom, tudom, hát ez az. Tehát én ilyen filozofálás vagyok. És így szoktam filozofálni velük, de a kis Zsoltán is, mindenkivel. És
És most csak azt mondtam, hogy legyünk mindegyütt, és vegye fel egy kamera. És legyetek természetesek, ettől féltem, hogy természetesek lesznek-e vagy nem, mert mondom, nem kell szerepelni. És akkor ez megvolt. És azt akartam, hogy ez nagyon profi minőség, hogy jól nézzen ki, jól legyen az embereknek látni, hogy azt érezzék, hogy ahú, de lennék ott veletek, jaj, de jó, hogy ilyen barátaid vannak, jaj, de irigykedem, de lennék én is ott, és így ülnék, kajálnék, dumálnék, kérdeznék, és ez a jó, ezt akartam, hogy ezt érjük el. És így, mint az avatár, hű, de szép, közben van egy üzenet, mint a csillagok háborúja, ú, csillagok, de közben van egy üzenet. Én ezt szeretem, hogy itt is, ú, de jó, kajálnak, haverok, barátok, de közben legyen egy üzenet. És én azért tudtam, hogy lesz egy üzenet, mert ezekkel az emberekkel nem tud lenni nem üzenet, mert amikor beszélgetünk, ilyeneket beszélünk. Tehát csak be kellett nyomni a kamerát, megmondtam, hogy honnan jövünk be, mit csinálunk, gyerekek először tegyétek le, nem kell semmit csinálni, jó, de akkor hova ülünk, semmi, te odaülsz majd, te odaülsz, meg te odaülsz, mindenki tudja, hogy hol a helye. Gyerekek, ez egy forgatás, elindul, és a végén annyit kérek, hogy én majd elkezdem, egy bemutatkozásra, és a végén elbúcsúzok. És azt csinálsz, amit akarsz, azt csinálsz, amit akarsz, és minden oké. És akkor így is lett. És nagyon-nagyon szerettéte. És akkor gondoltam, hogy akkor hova menjen ki, majd akkor hogyan bemutató. Semmi, mi bemutató. Megvágtuk, megcsináltuk. Sok viszont, hát hozzám képest nekem azért, az, hogy csak úgy csinálsz egy ilyen hobbit, ehhez képest nekem sok pénzbe került, érted, hogy nem tízezreket, hanem százezreket erre rátenni, hogy ez szép legyen, meg jó legyen, meg. És arra gondoltam, hogy semmi, ez meg kitezem a Facebookra, mindenki kiteszi a YouTube-ra. De mi a cél? Hát semmi, csak olyan, nem csináltunk egy jó kis filmet, aztán kész vagyunk. Na most ehhez képest ennél nagyobbat csattant, ehhez képest mi az SOS szerelemnél, a Made in Hungarian, a Szabadság szerelemnél örültük, hogy úristen, 100 000-et elért. Ma nem tudom melyik filmére el, magyar film lazán 100 000-et. Egyrészt, hogy lazán, kettő, hogy mennyi idő múlva. De az, hogy van egy film, amiben semmi poén, semmi szex, semmi lövöldözés, semmi akció, semmi celebek idiótán röhögnek, szivatják egymást, rohangálnak a dzsungelben, vagy örjöngenek, vagy fúrják egymást, vagy bármi, és semmi verekedés nincs, semmi politika, semmi nincs benne. Hát jó, de akkor biztos ilyen olcsó, de semmi, pont hogy nem is olcsóságról beszélnek, hanem értékes, emberi értékes dolgokról beszélget 6 ember egy asztalnál. Erről szól a film. Hát ez azt gondolom az ember, hogy hülye vagy? Izonyomalmas, ez semmi. Na most ezt a dolgot a YouTube-on mindenféle igazi reklám nélkül, adja volt a reklám, hogy este 6-kor, ilyen ivánosan este 6-kor kiteszünk, és délbe írtam, hogy este 6-kor kiteszünk, és akkor dél és este 6 között kitettem 3-ra. Este 6-kor kiteszünk, este 6-kor kiteszünk, tehát ez az ivános marketing. De nézd meg, tehát hogyha valaminek el kell jutnia, akkor eljut. És tehát ezen kell semmit annyira tervezni, mert alakítja magát, mert jön. És ekkora lett kész, és ekkora volt tökéletes. És elérte valahogy az embereket. Valahogy durrant. 6 ember beszélgetése. Nem megtervezetten, nem egy témában. De kajálnak, beszélgetnek. Jól vannak, jól érzik magukat, filozofálnak. Egyik témáról, másikra, ez földobja, az földobja, ő ilyen, ő olyan, ő, hát minden olyan, amit egy karácsonyi vacsorán mi hangzik el, mindenféle. Csak ott lehet, hogy néha veszekedés is van, meg alacsonyabb szintű témák, mi így beszélgetünk. És ez olyan jó volt, és ez olyan különlegesnek tartom. És én így szeretek beszélni, azért gondoltam, hogy örökítsük már meg, tegyük már az emberek elé, mint egy edukáció vagy tanítás címen. Utána az ott meglévő emberek, tehát a Lajosék, meg Zsolti, meg Jenőék mondták, hogy hát azért nem mondtunk ott tartalomba igazából semmi olyat, hogy hát nem mondtunk, hogy végülis nem mondtunk megfejtés, hát nem sikerült valami olyat mondani, ami megfejtés, mondtam, gyereke, nem kell megfejtés. De most ez nem arról szól, hogy megfejtés, a vének találcsa, megfejti, nem. A vének tanácsa, csak azért találtam ki, mert hogy mint az Artúr király kerekasztala, azt is adhattam volna, hogy nem tudom, Iván és kerekasztala. Most ezt is mondhattam volna. Vagy a királyok kerekasztala, csak nem akarom, hogy akkor királyok, azt gondolja magára, hogy király. Tehát, hogy ezeket nagyon kell figyelni, hogy az emberek hogy fogják majd értelmezni, tudom, mit gondolsz, még a legjobb szándékkal akarod, akkor is kiforgatják. Tehát ez nagyon érdekes az ember. De oké. Tehát én azt gondoltam, tudod, mint jöjjünk össze, mint az indián törzsek, tudod, a bölcsek tanácsa, a vének tanácsa, és akkor a vének tanácsa. Persze volt egy-két ilyen
komment, hogy nem is vagytok vének. És akkor az aranyos, meg tök jó, de nem is ez azért van idéző, nem úgy vének, hát most még a kaló sem vén. De mint a vének tanácsőszülünk, beszélgetünk. És szerintem ez jó, hogy a világ mostani időszakáról. És egyébként ez is hiánypótló, mert nem nagyon látok ilyet. Nem nagyon látok ilyet, ezt pont a Lajos mondta, most nem magam a dicsérve, meg nem elmondom, hogy miket beszélünk, de a Lajos tényleg nagyon tetszett neki, és azt mondja, hogy Iván, nem csinál ilyet a tévé, egyik tévé sem. És akkor Fenyő Iván jön, egy színész, és fölhívja a barátait, és a pénzét beletesz, és akkor jön egy ilyet. Hát úristen, mondom. Igen, hát igen, mert ezt szeretem. És ezt például kérdezik, hogy amikor fölhív egy barát, vagy valaki kérdezi, mi van, mit dolgozol? Egyrészt nem is értem, hogy miért ez a kérdés, hogy mit dolgozom, hát kit érdekel, ki akar dolgozni, hagyjuk már, nem is akarok dolgozni, miért akarnék dolgozni? Ugyanakkor meg ez egy, és akkor eszembe jut, hogy mit dolgozom, mégis semmi, nem tudom, mit dolgozok, semmit nem dolgozok, de rájövök, hogy hát van egy ilyet megcsinálni, azért ez, hát ez éppen elég munka, hát ez elég kemény dolgozás. Ja, igen, csinálunk ezt, de nekem ez eszembe is jut, hogy ez munka. Én ezt szeretem, vagy nem tudom, vagy nem is munka. Nem is munka. Persze munkát, meg iszonyú energiát, meg pénzt, mindent kell beletenni, meg figyelmet, de nekem ez nem munka, tehát ez sok minden a munka, ez pont nekem nem. Vagy a gyere fel Ivánhoz meg, hogy felolvasás hetente, vagy a meditáció hetente, nem tudom, vagy amikor felmegyek forgatni, még sokszor az sem munka, hanem juhú, megyek, meg viccelődök, hogyha olyan a szerep, meg hogyha komoly a szerep, akkor belemegyek, meg érdekel, szóval dolgozni az nekem az, hogy dolgozni, mert az életed, jaj, de jó, és akkor mész dolgozni, az meg rossz, így dolgozni nem akarok. Persze ez nem azt jelenti, hogy csak azt kell csinálni, amit csak azt kénytelen vagy azt csinálni, amit szeretsz, hanem valamikor kénytelen vagy azt csinálni, amit vagy csinálhatod azt, amit szeretsz, hanem valamikor kénytelen vagy azt csinálni, amit nem annyira szeretsz, de felelősséges meg kell csinálni. Na a lényeg, hogy utána ez kijött, picit beharangoztam, előtte 1-2-3-4 órával, és péntektől, mondom tegnap keddig, 112 vagy 116 ezer ember nézte meg. Hát régen ezt be... A moziba ünnepeltük, hogy úristen, megvan a 100 000, nem tudom, egy hét után, vagy két hét után, úristen! Most pedig így megvan a 100 000, 112 000, és nem a hülyeségről szól, nem a bulvárról szól, nem a celebekről szól, nem ócskaságról szól, nincs semmi benne, ami eladná. Kvázi unalmas, kvázi érdektelen. Hát 6 emberről beszélget, kit érdekel, elmondaná, hogy tévé vagy, figyelj, van egy ötletem, 6 emberről is beszélget, jó? Hagyjál már, gyerekek, hagyjuk a picsába. Elhajtanának. És mennyire nem lenne igazunk? Mert itt van az érték, és itt van a minőség, hogy nem mindegy, hogy ki beszél, és miről, és milyen szándékkal, és hogy. És nézd meg! És ilyen akart, ezért mondom, hogy a visszajelzés fontos. A visszajelzésetek is, én így is köszönöm, és újra, fontos. Megjött a visszajelzés. Köszönitek, és értékelitek, és a számok magukért beszélnek. És ez nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon örülök, hogy tényleg esetleg tudunk valamit adni. Nagyon örülök, hogy tudunk valamit adni, és szeretnék továbbra is adni, vagy segíteni, vagy szolgálni a legjobb szándékommal és tudásommal, minden hibámmal és botlásommal és hülyeségemmel, akadályoztatásommal, vagy személyiségi ügyeim ellenére, vagy mellett. Teszem, amit... tudok, amit érzek, és amit úgy érzem, hogy tennem kell. Igyekszem, teszem a dolgom. De jól esik, hogy ezt szerettétek nagyon. Mert hogy nagyon szerettétek. Na és akkor itt, ha bármi kérdés van, írjatok, még ide, tehát nem, na, bármi kérdés van, írjátok meg kommentbe, megpróbálok egy későbbi üzenetbe, videóba beszélni róla. Ide még annyi, hogy lesz folytatása. Most ezt nem akarom nagyon ígérni, de azért azt gondolom, hogy lesz, jó? Tehát ez most nem egy ígéret, de kicsit az. Nem akarom magam befeszíteni egy ígérettel, de szerintem lesz folytatása, mert ezt csinálni kell. Annyira van rá igény, és annyira van rá szomjúság, hogy egyszerűen felelőtlenség lenne nem csinálni. És mindenki mondja, hogy hát akkor hogy kéne csinálni, hogy legyen benne valamennyi, hogy ne a saját pénzed, nem... Még azt nem is tudom, de csinálni kell, szolgálni kell, ezt meg kell csinálni. Hogy azt, hogy, mikor, milyen időközben, hogy mikor lesz a következő, hogy lesz, azt még nem tudom. De lesz folytatása, jó, azt ígérem. És akkor itt
következő témára ugrok, hogy lesz folytatása, és lesz egy női is. Miért? Vagy nem miért, hanem honnan megyünk át ide? Tényleg 95%-a a kommenteknek nagyon aranyos, nagyon köszönik, nagyon izé, tényleg, és nagyon köszönöm. És ez nem egy túlzás, hogy 95%-a az, hogy sokan, nem, tényleg nem találok olyat, aki nem szereti, vagy nem, tehát mindenki. De aki egy-kettő, ap, ott van egy, és akkor még kommentek, mindenhol a Facebookon, itt ott meg, ap, ott van egy. Amit valaki éppen, hogy kifogásol, az az, hogy és hol van a női energia? És hol vannak a nők? Egy nőt nem találtatok? Vagy különböző stílusban, amikor egész érdekes stílusban, valamikor talán kulturáltabban, fejlettebben. Hol van a nő? Ez a kérdés. Hol a nő? Na most mondanék valamit, egy érdekeset, és akkor itt a második témakör. Tudom, hogy ez nagyon érzékeny téma. És előre mondanám, hogy én nagyon-nagyon tisztelem és szeretem a nőket, nagyon felnézek rájuk, és nagyon-nagyon tisztelem őket. Én magam is, hiába akarom, hogy kemény csávó vagyok, én magam is inkább nőies vagyok. Nagyon sok nőiesség, látság van bennem, pont most kitettem az Instagramomra egy olyan képet, hogy egy ló előre megy, vagy hátra, és akkor onnan meglátod inkább női agyféltekés vagy férfi. Én inkább női agyféltekés vagyok, tehát érzelem, intuíció, lelkiség, ölelés, sírás, érzelmek, kreativitás, asszociáció, intuíció, ihlet, művészet, zene, tehát inkább ilyesmi vagyok, mint hogy logika, tervezés, analitika, matematika, nem tudom, ráció, tehát nem ez vagyok. Ha őszinte vagyok, 90%-ban mondjuk, mert nem több, 90%-ban nők írnak, nőkkel vagyok körbevéve, sok nő van a családban, én magam egy olyan munkát végzek, ahol sok nő rajong körbe, most nem a tudatosság, hanem a színészi oldalamon. Mindig is szerettek, én is szerettem őket. Jobban, először rosszabbul, aztán jobban kezeltem őket, aztán tiszteltem. Sok mindenem mentem kezdve, a nők végig ott vannak körülöttem, és nagyon sokat számítanak. Nők gyógyítottak, nők tanítottak. Már hogyha vagyunk suliba, vagy hogyha egy-két ilyen spirituális helyen. Tehát nagyon fontosak a nők. Ezt akarom, nehogy valamit félreértsetek. De aki pont helyén van ezzel, az fogja érteni, mert érzi a szívem és a lelkem ebben, meg hogy érzi, hogy honnan mondom. De! Pont egy nőnek mondtam, sőt kettőnek is, aki pont a helyén van ebben, hogy gyerekek, azért nézzétek már milyen érdekes, hogy az a tényleg 100-ból 3-4-5, tehát akkor magyarul 95% teljesen szeret, és az a 1-2-3-4-5%, aki valamit is ír, épp hogy valami kritikát erre, nem írta kritikát a vének tanácsára, nem mintha nem lehetne, hát mindenbe bele lehet kötni, a persze, miért este veszik, miért nem reggel, miért körasztal, miért nem, egyébként volt ilyen is, tehát ilyen hülyeségeket is lehet írni, ez mondjuk ilyen 1% volt, belefér, teljesen talán, 3 ember volt, és összeszámolom, hogy hány komment érkezett hozzám, több száz, meg tehát akkor, mit tudom én, 2-3 ezer kommentből talán volt ilyen 2 darab, tehát az semmi. De volt ilyen is, mindenbe bele lett, hogy miért olyan a haja, miért olyan a szeme, miért arra néz, miért nem borotválkozik, miért nem izé, miért olyan a foga, miért olyan az izé, miért úgy eszik, miért nem az van, miért úgy világít, miért ott van a macska, miért nem kutya van ott. Tehát a hülyeség az azért működhet, de hála Istennek, mindannyiunknak a közönsége olyan, hogy tükrözi őt, tehát 1% ilyen belefér, és a többi meg nagyon, nagyon jó, és nagyon ébredő és ébredett táborom van, ha szabad így mondani, hogy követőim, és ez sokat elmond rólam is, most minden álságosság nélkül, tehát ennek örültem. Na de, az a 2-3-4%, amit kifogásolt, és az nem rossz stílusban, bár valaki furán,
De az, hogy miért nincsenek ők, hol a női energia, hol a izé, mi van, már megint a kanók, meg izé, tehát ez egy ilyen kicsit alacsonyabb szintű, hol vannak a kanók, na már megint ők, a férfiak megmondják. Ebből láttam mondjuk 5-6-7-8, talán 9 darabot. Itt összesen a YouTube-omon, a Lajos YouTube-ján, a Zsolti YouTube-ján, az én fészemen, nem tudom, tehát amit bárhol kitettem, ilyen 5-6-7-8-9-re emlékszem. Tehát nagyon ellenyésző. És azoknak mindig el kellett mondani, hogy nem miattatok nyugi, nem a nőket akartok kizárni, nem a nőkről gondoljuk, hogy nincs helye asztalnál, nem gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, nem akarunk titeket bántani, nem akarunk titeket kizárni, nem gondoljuk, hogy a konyhában a helyetek, meg hogy szüljetek, nem gondoljuk, hogy ti alacsonyabb rendűek vagytok, nem akartunk kirekeszteni titeket, gyerek, nem gondoljuk, hogy a magyar spirituális vagy a gondolkodásban csak férfi van, nem. Nem egyszerűen ez a szerencsétlen csávó, Fenyő Iván, összehívta a barátot, és azok éppen férfiak, csak ennyi. De egyébként nagyon érdekel, hogy milyen lehet egy női kör, úgyhogy meg fogok csinálni egy női kört, mert érdekel. És megmondom őszintén, hogy amikor, mert ez hozzátartozik ehhez, amikor szeptemberben terveztük, akkor én megkérdeztem a Páger urat is, meg a Zsoltit is. Lásd, tehát nem kell ugrálni, kedves nők! Mert én megkérdeztem, mert eszembe jutott pont ez, hogy az emberek neki fognak majd szólni, nem fogják azt gondolni, hogy hol a nő. Őrület, majd mindjárt elmondom, mert csak azért, hogy hol a nő, hogy megkérdezem a Zsoltit és a pont a Pálgerőt, nem kéne egy nő, azt mondja, hogy tehát most mit akarsz? Egy ilyen minden, tehát a Magyarország spirituális vezetőit és ott mindenkit, hogy egyenlően, nem tudom, vagy te ez egy szubjektív, hogy te most miket, hát mondom, én most arra gondoltam, hogy a barátaimat összehívom, hogy hát akkor most éppen van nő, vagy ez, hát most nincs, csak azért, hogy nehogy az emberek, ja, de hát akkor nem az kéne, ja, de persze, majd, akkor majd legfeljebb lesz egy nő, na mindegy, jó, csinálj, és csináltuk. Na de, és akkor itt vissza, akik azt mondják, hogy hol van egy nő, vagy miért nincsen nő, nem tudom, azok mind nők. És amikor ilyeneket hallunk, hogy hol vannak a nők, miért nem a nők, miért nincsenek egyenlően, miért nincs a pénzünk, hol van a nő, hol van a nő, az valahogy mindig nő. Ugye azt gondolnád, hogy előjövünk egy ilyen műsorral, egy filmmel, spiritualitás, férfiak ott ülnek. Ebbe mondj, nem gondolta senki, hogy valaki bele fog állni, nem is álltak, tehát hál' Istennek tényleg jó. Érzékelik az emberek, hogy ez miről szólt, de ha már itt filozofálunk, azt gondolhatnánk, hogy majd a férfiak, ha valaki, akkor a férfiak mondják, hogy ne okoskodjál, hülye vagy, ne te ugassál már, menjél már idébe, vagy a nők esetleg hisznek, hogy spiritualitás, hagyjad már, hogy a férfiak ezt gondolják a spiritualitásról, hagyjad már a spiritualitásról, nem már, gyerekek, egy férfi sem írt semmilyet, mindegyik férfi, aki írt nekünk, aki írt nekem, a 21-22 évesektől az idősebbekig, férfias férfiak, komoly férfiak, ismert férfiak, vezető férfiak, mindenki olyan alázattal, olyan tisztességgel, olyan látsággal, olyan stabilitással, olyan bölcsességgel, olyan elismeréssel, olyan megengedően ért. Le a kalappal. És aki így ugrál, az egy nő. Vagy hál' Istennek nem sok, tehát hogyha most különveszem most a nők, akik írtak, jó, most ez volt a férfiak, ha azt nézem, hogy a nők közül, akik ugye millió kommentet írtak, meg sokan követnek, nem tudom, követtek, azok közül is, hál' Istennek azt tudom mondani, hogy tényleg 1-2-3-4-5 a sok százból, aki ilyen volt, tehát még a női populáción, vagy a női társadalmon belül is, hál' Istennek, végtelenül elenyésző, tehát bőven kevesebb, mint 10%, hála Istennek, végtelenül elenyésző azoknak a száma, akik ezt a fajta éppen nem női minőség, és erről akarok beszélni, éppen nem női minőséget képviselik, hogy hol vannak a nők, hol a nő, na már megint a férfiak, na akarok már megmondják, nőket akarunk, nőket, hol vannak a nők, miért vannak a nők, hát ez engem nem ér, tehát az, hogy nyugi, ne harcolj. Ez pont nem nő. Hát, hol van a női energia? Hol a női energia? Hát
nem tudom, hogy hol van a női energia, de amit most te csinálsz, abban éppen sehol. Te benned, mint nőben, amikor éppen ezt mondasz, ebben semmi női energia nincsen. Ebben kötözködő energia van, ebben önértékelés zavaros energia van, ebben belekötő energia van, ebben harcias energia van, ebben el nem ismerő energia van, ebben versengő energia van, ebben rivalizációs energia van, ebben egyenlőséget akaró, lázadó energia van, de pont a női energia az nincs. És előbb pont, hogy akik írtak nagyon kevesen, hál' Istennek közületek, nők közül, most a férfiakról nem beszélek, őket már lerendeztem, és köszönöm, társak, hogy nagyon korrektek, egyenesek, stabilak férfiak, tehát le a kalappal, érted? Mindjárt visszatérek a nőkre. Azt lehetne mondani, ez férfiak nem nézik, millióan nézték, stúzok, nem, csak nagyon sokan nézték, nagyon sok visszajelzést kaptunk férfiaktól, én magam nagyon sokat, nézd meg a kommentek, nagyon sok. És ez milyen jó, hogy így ébred a férfi, ha már ennek a picik pár női százaléknak a sok női százalékból, tehát a nagy női társadalomból, ennek a 1, 2, 3, 4, 5 női százaléknak, ha üzelhetném, hogy amikor azt akarjuk kérni, vagy ezek a nők azt kérik, hogy a férfiak mikor értik meg, hogy a spiritualitás, mikor értik meg, hogy a spiritualitás, hogy nem csak a harc, hogy a izé... Hát éppen most összeültek, beszéltek a férfiak, talán tiszteletre méltó módon, talán értékeseket mondtak, talán komoly emberek, talán önazonos emberek, talán tiszteletre méltóak. Éppen most. Hát de miért magukban, miért nem látod? Nem magukban, bele is láthattál. Akkor nem üdvös ez. Nem azt mondaná egy magában helyén lévő nő, hogy ez igen. Amit millió olyan üzeneteket kaptunk, hogy szóval olyan gyönyörűeket írtok nők, hogy egyrészt, hogy köszönjük, hogy köszönöm. De van akik nagyon a helyén vannak. Sokan azt írják, hogy ja, észre sem vettem, hogy csak férfiak vannak. Hát most tök mindegy, hogy most férfiak vagy nők. Hát, tehát, hogyha most bejön itt nekem valaki. Bejön itt egy hetero ember. Itt vagyok itt szállodában. Bejön itt egy hetero ember. Aha, jó. Bejön egy meleg ember. Aha, jó. Tehát, ja, észre sem, ja, tök mindegy nekem, hogy milyen a pincér. Ja, ez egy meleg pincér, vagy most tök mindegy, nem? Mert bennem ez rendben van. Tehát, amikor látok valakit, egy kerekasztal, vagy beszélgetés, vagy egy film, vagy Oscar díj, vagy észre sem veszem, hogy nő, férfi, fehér, meleg, izé, fekete, egy ember. Nem tűnik föl. Akiben nincs rendjén, az észreveszi. Tehát az a nő, hál' Istennek, a nők, nektek, nőknek a 90, tényleg 95%-a, aki hála Istennek, nagyon, nagyon szépen működtetek, vagy olyan jó volt érezni tőletek ezt a női energiát. Sokan azt mondják, hogy jaj, észre sem vettem, hogy férfiak vannak. Hát jó, most éppen férfiak vannak. Hát jó, ja, semmi, nem volt ezzel bajom. Vagy a másik meg azt írja, hogy de jó ilyen férfiakat látni. De jó, hogy vannak ilyen férfiaink. Úristen, de jó érzés. De jó ilyen férfiakat látni, akik stabilak, erősek, tisztességesek, de mégis nyitottak, jó szívűek, nevetnek, esznek egy jót, beszélgetnek, ilyen dolgok érdeklik, így akarnak segíteni, támogatni akarnak minket, gondolkodni akarnak, ilyen vezetőink vannak, ilyen beszélget. Ez igen, de jó. Na, biztonságban érzem magam, vannak ilyen férfiak is. Ez egy olyan nő mondja, aki a nőiségével rendben van. Akkor hol vannak a nők? Hol van ott egy nő? Hol a női energia? Hát benned éppen sehol, nem tudom. Benned éppen nincs, de hogy szóval most szurkálódom, de értitek, hogy mire akarok mutatni, ugye, hogy és most a férfiakat akkor félreteszem egy picit, a kommentelőket, meg visszajelzés, hogy a női energia az érthető, amikor a nő ezt mondja, amelyik nő ezt mondja, hol a női energia, hol vagy, érthető. Teljesen érthető. Teljesen érthető. Őszintén együtt érzek. Mert a nők is, melegek is, feketék is, sok kisebbség, zsidók is, el voltunk nyomva. El voltatok nyomva. Érthető. Teljesen érthető. Úgy kibillent az inga jobbra, most már többé balra, egyik oldalra, csak már ezt sem lehet mondani, jobb vagy bal, akkor politika. Hagyj mondjam most, hogy jobb vagy bal, úgyhogy engedd el a politikát. Kibillen jobbra, most mondok egy példát, mert a nőket elnyomják. Jó,
Hát ne nyomjuk már el a nőket, nem? Hát csodák a nők, hát ne hülyéskedj már. Hát a látság, a megengedés, az ápolása, a szeretet, a melegség, a gondoskodás, az anyasága, a gyógyítás, az ölelés, sorolhatnám. Művész, a tánc, bármi, a melegség, az otthon melegsége, az utódnemzés, minden, anyaság. Mindenkinek van egy anya. Szóval ne nyomjuk már a nőket, megőrültünk. És ahelyett, hogy visszaáll a középre, nem nyomjuk el. Mindenki, a nő nőiség, a férfi férfiség, a nő is megtalálja magában a férfit és a nőt, a férfi is megtalálja magában a férfi és nőnőt, de mégis a női szerepkörének megfelelően működik. Figyelem, figyelem, nem Kovács Ákos, hogy akkor a nőnek a izében van a helye. Én nem ezt mondom. Ez egyébként nem azt mondom, hogy amit ő mondott, az hülyeség. És azt sem mondom, hogy ha mond valaki egy ilyet, akkor azt le kell tiltani, ki kell írtani, nem tudom, nem. De én most nem ezt mondom. De van a nőiségnek, nőségnek egy jellemző, és van a férfiségnek, férfiasságnak is egy jellemzője. Van egy automatikusan, hogy itt vagy a világban, ennek van, nem véletlenül születtél nőnek, biológiailag. Nem véletlenül születtél férfinek, biológiailag, kinézetileg. Tehát egyenlőek vagyunk, de nem vagyunk azonosak. Nézz a lábad közé. Én is oda nézek, meg te is, mint nő. Nem vagyunk azonosak. Egyenlőek vagyunk emberi mi voltunkban, de nem vagyunk ugyanolyanok. Nem vagyunk ugyanolyanok, és ez kereszt lehet bárkit feszíteni, aki ezt mondja, hogy mi az, hogy nem vagyunk ugyanolyanok. Nem vagyunk ugyanolyanok, hát nézd körbe. Más a felépítésed, a testalkatod, más a nemiség, a nemiséged, más a nemi szerved, más vagy. Más a kromoszom, más. Nem jobb, nem rosszabb. Nem több, nem kevesebb. Egyenlőek vagyunk. Teljesen egyenlőek vagyunk. És ha nem, valóban legyünk egyenlőek. Nagyon fontos. Alap. Legyünk egyenlőek. De nem vagyunk azonosak. Nem vagyunk azonosak. Nem vagyunk ugyanolyanok. És az más, hogy ugyanolyan valaki, vagy egyenlő. Nem vagy ugyanolyan. De egyenlő. Na most nem voltál egyenlő, mint nő, ugye el voltál nyomva. Teljesen érthető, ne legyél elnyomva, tök jó. De ezért mondom, hogy megértem, mert az inga törvénye szerint nem tudsz középre beállni azonnal, hanem másik oldalra billen ki az inga. Megalakult a feminizmus. Álljunk ki magunkért, nem tudom, a dolgozó nők, akik ott voltak a plakátokon, ugye, a 60-as, 70-as, 80-as, 90-as években Magyarországon, és dolgozó nők, cigivel a szájukba, sörrel, majd mi megmutatjuk, nincs szükségünk a férfiakra, sok férfi meghalt a frontokon, meg gyerünk, itt vagyunk, kénytelenek is vagyunk megcsinálni, mert nincs úgy férfi, meg mi is meg tudjuk csinálni. Mi is meg tudjuk csinálni. Ez pont nem egy női energia amúgy. De ez a mi is meg tudjuk, kerünk, nincs szükségünk a férfiakra, megmutatjuk, feminista vagyok, feminista. Jó, feminista vagy, és értem, hogy miért lettél az, és mit akarsz ezzel mondani, de ahogy vered a padlót, és vered a asztalt, hogy feminista vagy, ezzel pont nem a női energiát adod. És nem baj, hogy van benned harci energia és tűz, és férfi energia is. És ezért jó például az asztrológia. Mindenkiben van férfi és női energia is. Tehát bennem van marsikusság, meg van vénusziasság is. El kell nézni, hogy hogy és hol. Van bennem nap, és van bennem a hold, a másik férfi és női energia is. Egy nőben is. Ugyanúgy van marsikusság és vénusziasság. A nőben is van mars. Hogyne? Ha nincs, az nem jó. Legyél. Állj ki magadért, menj a dolgaidért, légy asszertív, légy bátor, ez mind marsikus. De ha túltolod, akkor már tüzes leszel, vitás és harcos, és nem tudom, és pont már túl sok mars, vigyázz. És főleg, hogyha te elfelejted, hogy nő vagy, vagy nem akarod azt beülelni, hogy nő vagy, és súlya meg, kinyír, az oké, csak akkor a női biológiádnak és a szerepkörödnek éppen nem
éppen azt nem öleled be, vagy nem azt erősíted magadban. Ami kérdés, baj, nem baj, nem tudjuk. De amikor éppen azt mondod hangosan, most nem te, hanem bárki vagy, ez pár százalék, hogy hol a női energia, nőket is akarok, ez pont nem egy női energia. Ez pont egy harcos energia, amire pont jelen esetben, tehát amikor elnyomtak, mint nő, vagy mint meleg, vagy mint zsidók, vagy mint fekete, és akkor, amikor elnyomnak, amikor elnyomnak, és mondod, hogy na ezt nem, és tömegbe, az nagyon, szerintem az nagyon helyén van. Hát ne állj ki magad, ne nyomjanak el. Na, amikor éppen nem nyomnak már el, vagy lehet, hogy itt, meg itt elnyomnak, de ebben a helyzetben, éppen most, vagy éppen ezen konkrétumban, éppen itt nem nyomtak el, akkor ott nem kell működtesd ezt a harciasságodat. Se meleg, se fekete, se zsidó, se nőként, se vagy bármilyen elnyomottként. És ilyenkor bennünk van, ugye egy-két, vannak olyan videók a neten, hogy elkapnak egy, nem tudom, gyilkost, és akkor megbiricselik, és azt mondja, ja persze, közben megbiricselsz, csak azért, mert fekete vagyok, mi? Nem azért, mert fekete vagy, azért, mert öltél. És a nők is, egy, nem tudom, úgy nézel rá, vagy csak azért, mert nő vagy, de nem csak azért, mert nő vagy, mert de jó, nézd meg, itt van egy ilyen kerekasztalban, hol a nő? De nyugi, itt most nem arról szól, ez nem a férfi nőségről szól, csak neked szól arról. És nem is, hogy a nőknek arról szól, hogy minden nőnek erről szól, nem. A nők közül, hát itt van, látom, hogy hányan írtak, nézd meg a kommenteket, te is meg tudod itt nézni, nincs törölve. Nézd meg a kommenteket, bármelyik oldalnál, megnézhetnéd az én messengerem. Tényleg mondom, 100 beíróból, 100 női, ez most más adatot mondok, 100 női beíróból egy vagy két nő ilyen. Tehát nagyon-nagyon elenyésző, és ennek nagyon-nagyon örülök. És le a kalappal előttetek nők. Csak még, hogy még jobban tisztázzuk és beszéljünk róla, és ezt akartam mondani, hogy még erősítsen bennetek ezt, illetve aki az 1-2 százalék, annak csak úgy akarnám, hogy picit nézzen erre rá, hogy aki rendben van a nőiségével, a holdas, aki ezt érti, a holdas minőségével, a vénuszi minőségével, aki rendben van, mint ő, az sosem lesz mondjuk harcos feminista. Az sosem lesz. Miért? Mert ő rendben van. Ő neki megvan. Mindig érzek egy önmagam el nem fogadását, vagy magamban egy minőség, be nem integrálását ott, ahol ekkora harciasság van. Hát lásd, aki így üt, az éppen pont nem. Tehát ő keresi, hogy hol a női energia, amit ahogy jelzi, az pont nem női energia. Például milyen a női energia? De hogyha itt tényleg olyan borzasztó dolog lenne, én azt mondtam volna, hogy Magyarország hat, az egyetlen, Magyarország egyetlen hat embere, aki tud valamit. És még ott nincs valaki, nincs egy nő. Még akkor is lehet mondani, figyelj, az Iván így gondolja. Miért nem azt mondjátok, hogy miért nincs ott egy gyerek? Vagy miért nem azt mondjátok, hogy miért nincs ott egy fekete? Vagy miért nem azt mondjátok, hogy miért nincs ott egy ázsiai magyar? Miért azt mondja a nő, hogy miért nincs ott egy nő? Mert a nőt az már amelyiket, azt az 1-2-3 százalékot, hogy ez megnyomja. Ha téged, mint nőt, egy ilyen műsor, de Fenyő Iván összehívja a barátot, nézd meg, és egy jót akar, és ide teszi. Ebben téged az nyom meg. Hol a nő? Akkor ott van valami benned, ahol én kérdezném tőled, hol a nő? Hol a nő? Mert sok nő, és akkor érthető, mert ellettetek nyomva, az ahelyett, hogy úgy, hogy beálljon középre, és egyenlőség legyen, nem azonosság, egyenlőség, ahhoz kell, hogy az inga kilengje, akkor balra, akkor megint kicsit jobbra, balra, jobbra, és megáll középen. Nem tud rögtön beállni középre. Ezt én értem. De ezért kell nektek, nőknek is segíteni a többit. Bakos Attila mondta, és most már többektől hallottam, és ez nagyon tetszik, hogy most már rég nem a nőt kell gyógyítani, hanem a férfit. Mert amikor ilyen harcos lesz a nő, nagyon igaza van pont a férfiak klubjának, hogy
hogy ilyen harcos lesz a nő, hogy gyerünk, én is tudom, meg tudom csinálni, én is tudok olyan nagyot ugrani, én is tudok akkor a súlyt üzéni, én is felmegyek az űrbe, én is annyit akarok keresni, nincs szükségem rá, ilyeneket hallok, hogy nem kell nekem férfi, bemegyek a izébe, nem tudom milyen donorba, magamba ültetek valakit, szülök egy gyereket, egyedül megoldom, van két meleg pár ismerősöm, majd ők lesznek a férfiak, én meg a nő, akkor is megcsinálom, nincs szükségem férfira, gyerünk, mutassuk meg, nem? Amikor ilyen nő áll egy férfivel szemben, a férfinek, ez harci ez a nő, ez gyerünk, ez ellenséges a férfi, vagy megmutatom, ez rivalizál, ez verseng, ez nagyon marsikus. Ott vigyázz, mert a férfiban vagy az jönne, hogy akkor legyen versengés, akkor harc, akkor küzdjünk. A küzdelem beindítja azt az ösztönünket, hogy akkor harc, mi a harc? Hát akkor ölni. Akkor harc. Tehát nincs kis harc, vagy női harc, nem. Ha harc, akkor harc. De mivel egy judós barátom, amikor a nő tiszta erőből ráüt egy férfira, hogy anyád, és így a lelkasát gyűti a férfinak, azt mondja, hogy állj, ezt te se gondolod, hogy ez neked lehet. Mert hogy az egyenlőség alapon, ha én tiszta erőből ütöm a te lelkasodat, lehet, hogy amikor te ütöd, mint nő, az én megkosom, az nagyon fáj, megreped egy bornám. Mondd, hogy megreped, ha nagyon erős vagy. De ha én ütöm, mint férfi, tiszta erőből a te melkasodat, akkor te belehalsz, vagy belehalhatsz. Magyarul nem vagy egyenlőek vagyunk, mint emberek, de nem vagyunk azonosak. Ezért ne élj vissza vele. Ezért nem kell úgy harcolni, ha kiáll már magadért, máshogy. Nem kell így harcolni. És amikor egy ilyen nővel szemben áll egy férfi, akkor vagy az a dolog, hogy akkor harcoljanak, és akkor harc legyen, küzdelem legyen, akár fizikai, de akkor semmi esély a nőnek. És mivel a férfi férfi akar maradni, ezért akkor inkább fegyelmezi magát, nem szól semmit. Jó, akkor rendben van. És a nő meg, a férfi rendben van. Sokszor ekkor van, amikor nő a és a férfi egyszer csak csönd mellenje már. Ezt csináltad, megüzetél, úristen. Ki provokálja? Harc kell neki. Valami nincs benne rendben. Meg kéne nézni az apját, az anyját. Tehát ő neki akkor személyiségi dolgokat kéne figyelni, milyen minták vannak, mi benne sérült, hogyan. De ha a férfi, ugye ez sokszor szokott lenni, de hogyha a férfi tartja magát, akkor most társadalmilag mondom, a nő harcos lesz, a férfi meg nem akar valódi a saját harciasságával odaállni tehát azonos módon a nővel szemben, mert akkor a nő meghalna. Mert a nőnek nem is ez a dolog, hogy harcoljon. Pláne a férfival. Nem kell egymások, nem kell harcoljál velünk. Hát nem kell harcoljál velünk, mi sem harcolunk veled. Ide egy téma, és akkor mindjárt mondom, mert egyébként nagyon érdekes, hogy nem láttam olyan női beszélgetést az interneten. Ahol a nők beszélgetnek anyaságról, ilyet láttam, csak most mondom tovább, hogy mondjuk, ahol nők beszélgetnek anyaságról, dúlaságról, gyógyításról, vagy csak összejönnek, egy kerekat beszélgetnek így vagy úgy, nem láttam olyan kommentet férfitől. Hát mit dumáltok, hol van a férfi? Hát hol van a férfi? Hát gyere már, hol van a férfi? Én nem láttam ilyet férfiaktól. Tehát a férfi, ha lát egy ilyen női, egy női vezetőt, egy női gondolkodót, egy női kis cuki bárkit, vagy egy beszélgetés, vagy egy gyógyítót, vagy egy kört, vagy egy anyaság, bármi, akkor azt mondja, hogy jó van csajok, vagy jó van nő, ez igen. És tartom, védem őket, figyelek rájuk. De nem írt egyik férfi, hogy hol a férfi, onnan vagy, ti nem tudjátok, hogy ezek írtak egy-ketten, hogy egy ember írt, hogy a kan gyülekezet, mi se írjuk, hogy ezek a, nem akarok csúnya szót mondani nőkre. Nem ír a férfi ilyet. Tehát amikor a nő lesz ilyen harcos, valamiért, mert benne nincs rendben, akkor a férfi vagy azt csinálja, hogy akkor küzd vele, de mivel ezt nem csinálja, mert férfi, azaz ő stabil, már amelyik, de egy férfi nem akarja megölni a nőt, meg megütni, meg nem tudom, és most ne az abúziókra kezdjünk el rátérni, ami oda-vissza megy, hanem egy igazi férfi, egy ilyen nőt nem akarja legyőzni. Mit tud csinálni? Csöndben marad. Megint csöndben marad. Megint csöndben marad. És társadalmilag is, ha ilyen lenne a nő, hogy akkor a férfi csöndben marad. És ez már kicsit történt, és ez a férfi egyre inkább el van nyomva, ki van herélve. Hol vannak a... És a fő meg van ijedve, fölül már, hogy hol vannak a férfiak? Nem igaz, nincs egy férfi sem, de...
mert átvetted a helyét. És amit működtesz, ez egy férfias dolog. És a férfi, ha így akarnak küzdeni veled, mint hogy te küzdesz, és vagy, akkor már nem lennél, mert általánosságban kollektíve gyengébb vagy fizikailag és testileg, lelkileg szerintem sokkal sokszor erősebb, mint egy férfi. Nem küzdened kell. De a férfi helyére, ha beállsz és küzdesz, akkor a férfi pont azért, mert szeret, mert elfogad, mert empatikus, mert látja, hogy te egy törékeny nő vagy, és nem küzdeni akar veled, te sem mást akar, ölelni akar, szeretkezni akar, öletbe hajtani a fejét, ezt meg azt megmutatni, vinni, ölelni, szeretni, mást akar veled, nem küzdeni. De amikor te így vagy, és most kollektíve mondom a női társadalmat, amennyiben ilyen lenne, nem azt mondom, hogy ilyen, hanem amennyiben ilyen lenne, vagy hogyha ilyennél fejlődik, és voltak erre tendenciák, hál' Istennek, talán kevesebb voltak, és még talán vannak is, akkor a férfi kiherélődik. Mert elveszti a férfiségét. És a nő akkor lesz igazán bizonytalan, azért bizonytalan, mert, nem tud, mert nincs ott egy férfi. Tehát engedjétek, hogy mi férfiak lehessünk, és ünnepeljétek, és üdvözöljétek a férfiasságot, amikor a férfi már egyre stabilabb. És nem annyira éles, és már nyit a lelkiség felé, nyit a spiritualitás felé, stb. Stb. Akkor pont, ahogy hála Istennek, ti nektek tényleg a, mondom, 90-95%-otok csinálta is, ott azt mondják, hogy észre sem vesz, hogy ezek férfi vagy női, nem vesz észre a különbségeket, á, ez nagyon helyes, nagyon jó. Magyarul nem tűnik föl neki, hanem csak a tanítást látja, csak a tisztaságot látja, csak a jó indulatot látja, csak üdvözíti, csak köszöni. Vagy pedig azt mondja, hogy külön észre is vesz, hogy ezek a férfiak, hogy de jó, hogy ilyen férfiaink is vannak, vagy de jó, hogy ilyen megtörtént. Na, ilyeneket szeretnék látni. És tehát még üdvözli a férfit. Ez igen. És az a párnő, aki nem, annak azért mondom, hogy nem rivalizálni kell, pláne nem a férfival. Nem kell küzdeni, nem kell ellenállni. És érthető, mondom, az inga kibillenése miatt, hogy most először kibillentek, és akkor nagyon-nagyon harcosak lettek a nők, de már azt hiszem, közeledünk lefelé, a középpont felé, és közeledjünk is. A kommentek alapján mindenképpen ezt érzem, hogy közeledünk, tehát a visszajelzések alapján. Csak érdekes volt, és akartam erről beszélni, hogy egy nőnek nem biztos, vagy nem tudom, hogy úgy kell kiteljesíteni, hogy ő feminista és harcos feminista. Nem tudom, hogy az út-e egy nőnek. Nem tudom. Egy női minőség szeret. És most csak a minőségekről beszélünk, hogy a nőnek ez a dolga. Hanem egy női minőség, de a férfiban is ez meg kell oldani, a női minőséget. De a női minőségnek, hogy elfogad, hogy szeret, hogy ölel, hogy üdvözít, hogy beavat, hogy gondoskodik, hogy táplál, hogy támogat, hogy gyógyít, hogy emel, gondoskodik, hogy finoman, hogy megbecsül, hogy hajtsd ide, minden férfinak, a legkeményebbnek, legerősebbnek, és minden gyereknek, ugyanúgy minden gyereknek, anyának, minden férfinak kell egy, akár egy anya, akár egy nő, ugye egy férfinak már a nő, a gyereknek az anya, a férfinak a nő a legkeményebb, legharcosabb férfinak is, a legjobb vezetőknek is, kell egy nő, aki a mellkasára veszi, az ölébe veszi a férfit, hogy a férfi megpihenhessen. Egy picit a kinti harcban megpihenhessen a nő ölében, a női otthon melegében, a női elfogadásban, a női simogatásban, a női töltésben. Ezért csoda fontos a nős nélkülözhetetlen. Ezért is, ezért nem csak ezért, de ezért is. És ezért pótolhatatlan a nő. Érted? És amikor azt mondjuk, hogy egyenlőek vagyunk, de nem mondjuk azonosak, a férfiért nem annyira tud. Persze a férfi is tud ilyet, oké. De ahogy ti ezt tudnátok, ahogy ti ezt tudjátok is, akikben ez megvan, már beintegrálta, az a legcsodább csoda a férfinak. És nem tudunk nélkületek. Nem tudunk nélkületek. Nem is akarunk nélkületek. Talán nem akarunk egy ilyen videót se elkészülni nélkületek. Nem ellenetek szól. Sőt, szeretnénk azt mondanátok, hogy ügyesek vagytok, megdicsértek, megpihenhetünk ott, megmelegítettek egy levest, meg az öl, a melegség, a kedvesség, még a kritika is, vagy nem tudom, a finom női erő, a finom női logika, a finom női intuíciók, ez a nurturing, a kedveskedés, és
nem kell a helyünkre álljatok. Ez olyan, mint hogy nem kell férfiaknak legyetek, nem kell azonosak legyünk. Tehát egy sas meg egy elefánt nem azonos, de egyenlőek, hát egyenlőek. Egyenlőek, hát a sas az gyönyörű sas, az elefánt meg gyönyörű elefánt, a giliszta gyönyörű giliszta, patkány, gyönyörű patkány. Csak nem szeretik az emberek azt, hogy a patkány, de gyönyörű. A nap gyönyörű nap, a szék gyönyörű szék, maga teljességében. Egy zsiráf gyönyörű, egy kisegér, elefánt gyönyörű, melyik a nagyobb, melyik az, nem tudni. De nem azonos, nem gondolja, hogy azonos. Nekem nem mondd meg, hogy férfi vagyok, vagy nő. Nekem nem mondd meg, hogy én nekem... Hát de látszik, hát ott vagy. De nekem nem mondd meg! Hát ha te neked nem mondja meg, akkor magadat nem tudtad annak elfogadni. Ami vagy, hát te egy elefánt vagy, de nem baj. Nem kell lefogyjál, te ekkora tested, gyönyörű vagy úgy, ahogy vagy. Te egy egér vagy, gyönyörű vagy, nem baj, ilyen pici vagy. Te egér, ez ilyen pici, tök jó. Egyenlőek vagyunk mind, de nem vagyunk azonosak. Ez nagyon fontos különbség. És ez olyan mai világ, vagy amikor ezt csinálják, az a nagyon pici százaléka a nőknek, versengeni is akarjuk, ők is így akarnak egyenlőek lenni, így akarnak ők is ugyanolyanok lenni, vagy nem tudom. Az olyan, mintha tegnap jutott eszembe ez a példa, szerintem elég, hogy van egy kalapács, erős kalapács, és van egy pici szög. Melyik a jobb? Egyik sem jobb. Egy teljesen egyenlő mind a kettő. Egyáltalán nem azonos. De egyenlő mind a kettő. És a szög, mert nincs jól a maga szögségében, szög mi voltában, azt mondja, hogy én is kalapás vagyok. Hát nem vagy kalapás, te egy nagyon ütő kalapás vagyok. Hát te egy szög vagy. Hát csodás dolog, hogy szög vagy. Hát ben vagy, tartod, be tudsz menni a falba, ilyen vékony azt a kalapács, nem tud. Tartod a képet, Úristen, milyen hosszan, milyen kitartóan, milyen alázat, milyen gyönyörű, amit csinálsz, pici szög, csodás, erős is vagy, micsoda csoda, amit csinálsz, nem, kalapács vagyok, de nem vagy kalapács, nem is kell, figyelj, jó hír, nem kell az legyél, viszont az, ami vagy, azt be kell öleld, azt meg kell valósítsd, azt el kell fogadni, nem, kalapács vagyok, most már, és akkor vannak ilyen, most már olyan technikai dolgok, hogy elmegy a kis szög valakihez, hogy haverjához, hogy csináltos nekem, hogy növezd meg itt a lábamat. Jó, még növezd meg, még növezd meg, jó, de fából, és vastagabb legyen fából, és vastagabb, hogy még így, hú, most már mindjárt kalapács leszek, de te szög vagy. Nem, még egyszer, miért mondod, hogy én szög vagyok? Miért csak te lehetsz kalapács? Te nekem nem mondd meg, hogy mi vagyok, majd én eldöntöm, hogy mi vagyok. Hát nem, kikérem, maga föl is jelentelek. Hát mi le is blokkolok, letiltalak, ellehetetlenítenek. Nem mondd már meg nekem, hogy mi vagyok, jó? Majd én tudom, hogy mi vagyok. Na, szóval ilyen hosszú lesz a fa részem, így van, nagy. Nehéz kicsit, jó, de nem baj, oké. Okay. Jó, most kéne egy ilyen nagy ilyen fém valami ide a tetőmre, ide a fejemre, oda, nehéz oda állítani, nehéz oda applikálni, de valahogy kössük oda, meg ragaszd oda. Jó, és akkor így lesz egy ilyen béna kalapácszerű valami. Na, mondtam, kalapács vagyok. Szia, kis szög, te vagy? Ja, kalapács! Ja, jó, akkor igen, így kell hívni. Szia, kalapács! Te, igen, kalapács vagyok! Miért nem voltál jó szög? Neked teljesen jó, ez annak született, az vagy. Ja, jó, oké. Okay. Na, akkor megyek, kalapálok! Belevág egyet a falba, és elszetörik. Már nem bír, hát ő nem, vagy egy hétig tudja használni, és utána nem, most tök mindegy, mi a sztori a vége. Tehát, hogy ő nem. Én is olyan erős, akkor ne csak te vagy ugyan erős vagy, meg agresszív a kalapás, hogy bum! Én is olyan vagyok. Hát egyrészt, te nem vagy olyan, másrészt a kalapács sem csak agresszív, de ő ilyen, a kalapács ez ilyen, a szög meg olyan. És egyenlő mind a kettő, de ne akar más lenni, mint ami vagy. És az, hogyha valami, ha nekem mondjuk az a magamban lévő hiányom, magamban lévő meg nem oldott dolgom, hogy szerintem el nem ismertek az itthoni képzőművészek, most mondok valamit, az ilyen fonások. Bejövök ebbe a szállodai szobából, most vagyok, de ez csak az én magamban van. Bejövök? Hát ez a szállodai szoba is. Hát nézz oda! Hol van itt egy fonás? Gyerekek, nincs a magyar képzőművészetnek egy... Lemegyek a recepcióra. Gyerekek, miért nincs itt egy fonás? Miért nincs a falon egy fonás? Van kép, van lámpa, van fotel, van minden van, gyerekek. Egy fonás nincs a falon. Nem lehet azt csinálni? És néha ezt csináljuk. Bármilyen kisebbség. De ez benned van. És a többi ember 99%-ban hogy de jó szoba, nincs fonás. Ja, észre sem vettem, hogy nincs fonás. De nem azért, mert elnyomja a fonást.
Ha van forrás, van forrás, nincs forrás, nincs forrás. Rendben vagyok vele. Akinek ez feltűnik, és aki ugrik rá, ott valami van. És érthető, hogy van valami, de vedd úgy a külsőt, mint egy tükröt magadra. Szóval ez a pici 1-2-3%, hogyha nőkről beszélek, valahogy azt érzem, hogy meg akarják mutatni a pasiknak, hogy ők is vannak, mi is vagyunk, mi is tudunk olyat, mi is majd versengeni akarunk, megmutatjuk, én is vagyok valaki, majd én tudom, hogy mi van, majd én csinálom a dolgokat, majd én, de ő nem úgy volt jó. Tehát amikor van a szög, és eltörik végül a szög, mert kalapács lett, és nem működik annak, miért nem volt jó ő szögnek? Amikor olyan szépen, miért nem voltál jó szögnek? Olyan szépen tartottad volna a képet. És mindenki örült volna. Mindenki örült volna, és köszönte volna, hogy de jó szög vagy, és de jó, de gyönyörű, amit csinálsz, és maga mienségedben. És ugyanilyen a nő, de gyönyörűen vagy nő, de szépen, de jól állsz bele a helyedre, és de segítesz minket, mondjuk férfiakat. És meg, mi meg férfiak meg tudunk mindent csinálni, hogy beálljunk a mi helyünkre, és segítsük titeket, nőket, együttműködjünk, nem kell harcolni. És persze, hogy harcol sok nő még, hál' Istennek már nem a többség, sőt nagyon pici, mert valóban el voltak nyomva, és el voltatok nyomva, de már vége, és még lehet, hogy most is megkapjuk, de nem kell azonosnak lenni. Erre mondta egy ember, hogy igen, egyenlőséget akarsz, kvótát, akkor menjél a bányába. Akkor tessék, ott is legyen 40% vagy 50%, menjél le a érc bányába, gyerünk, menjél le. Hát velem így ne beszélj. Miért? Így beszéljünk mi is férfiak egymás között. Menjél már le! Na ugye, hogy nem, tehát nem vagy ugyan, nem a bányába se. Menjél már le! Hallod, öcsém, menjél! Hát én nő vagyok. Hát az egyenlőséget akar, azonosság, ugyanúgy beszélünk mi is. Nem kell azonossal legyél a férfival, neked nem kell férfi legyél, neked nő kell legyél, de azt kell beüleld, azt meg kell találd. Szóval a nőnek nem kell, a nőt nem kell felemelni a férfi helyére. A férfi mellé kell, a nőiességében, nem kell a férfi helyére. Na itt most a vének tanácsa, Fenyő Iván barátai megbeszél, hol a nőjenek, hol a nő? Nem, miért akarsz oda a helyére, ott is te vagy? Hát a nők azért... Tehát a nagy vezetők, megmondók, konkvisztátorok, akár a harcosok, akár királyok, azok férfiak voltak, volt egy király, nő is, oké. Volt egy anyja a királynak, oké. Volt egy lánya, oké. Volt egy gyógyítója, volt egy öreg papnő, volt egy bölcs, volt egy sámánnő, oké. De nem kell verni az asztalt. Jó, persze voltak női vezetők, meg női, hogy de gondolkodó, hogy ne. De az máshogy gondolkozó. Egy igazi nő, most mi az, hogy igazi nő, nem tudom, de értitek, mit akarok ezzel mondani, az nem fog az asztalt verni. Egyébként komoly spirituális vezető nők írtak nekem, sőt egyik hívott is, és komoly színésznő is hívott, egy nagyon nőies színésznő. És azt mondta, hogy de jó ilyen férfiakat látni, ez igen, és köszönöm, és nagyon sokan ilyesmit írtatok. És azt mondom, hogy de jó, hogy így, tehát egy nő az üdvözli, amikor a férfi végre nem csak agresszív, hülye és ócska és primitív, és nem tudom, hanem nyit a nőiség, az a látsága, és azt mondom, de jó férfiakat látni, de nem versengeni, akkor hol a nő? Hanem egyelőre örülök neki, hogy itt van. A férfi is, de jó. Szóval ezt akartam mondani, hogy milyen érdekes, hogy foglaljuk el a helyünket, és a mai világban tényleg úgy, hogyha azt mondjuk, hogy hát figyelj, azért nem vagyunk azonosak, de egyenlőek, vagy nem vagyunk azonosak, akkor ezt kikérjük magunkat. Azonos vagyunk, de a kisegér nem azonos az elefánttal, az elefánt, meg nem azonos a tigrissal, a tigris nem azonos a sassal. Hát másfajta világok, létesítmények, jelenségek vannak. A nő, a csodája, az más, mint a férfi. A férfi csodája más, nem véletlenül születtél női testbe. Nem tudom, hogy nő vagy-e, vagy emlékszem, hogy nő vagy férfi, de női testbe vagy. Én férfi testbe vagyok. Sok nőiséggel ki kell fejlesztenem a férfiségem. A tartást, az egyenességet, a kereteket, a nyugalmat, stabilitást. Lehet, hogy te női testbe vagy, harcos, de lehet, hogy ki kell fejlesztened a nőiséget. A vénusziasságot, a szeretetet, a melegséget, az erotikát, a holdasságot, mint gondoskodást, mint ölelést, hogy odahajthassuk, hogy megpihenhessünk
az öletekben, hogy a kinti harcban, bármiben, hogy nekünk is szükségünk van egy töltésre, egy ölelésre. Nektek nem biztos, tehát a mai világban bemegy tényleg, tegnap pont egy barát nőm pont, és azt mondja, hogy teljesen igazad, hogy bemegy kis kosztümbe már a nő, mindent elér, kocsija van, vezető, cégvezető, bármi, miért ne lehetne? Miért ne lehetne, mondaná erre? És ahogy mondanám, az is nem túl női. Miért nem lehetne? Jó, persze lehet, de hogy más már ez van, kis kosztümben, sőt már nem is kosztümben, hanem nadrágban, és nem tudom, ha ránézel, akkor na, csinos vagy, de az már me too, az már a szexusára, nemiségére utalsz, hiszen ő csak egyenlő, hál' Istennek nem minden nő ilyen, csak nagyon pici százalék, de azért mégis, és ezeknek a gyerekei, vagy a férfi neveli otthon, van ilyen, miért ne nevelheti? Miért ne nevelhetni a férfi? Nevelheti, csak azért mégis, na. Kettő, vagy pedig lepasszolják pénzért, dadushoz, nem tudom, valakihez, és majd valaki neveli. És akkor csodálkozunk, hogy ilyenek lesznek a férfiak és a nők. És a nőkön is múlik, hogy milyen férfiak lesznek. Ti tesztek többek között minket férfivá. Ha van egy ilyen, amit csinálunk, és azt mondják, hogy igazi, szép, stabil, gyönyörű nők, hogy jó ilyen férfiakat látni. Ez igen, gratulálunk. Szépek vagytok, okosak vagytok, gratulálok. És fondolatos módon, ha van is valami kritikája, miközben a szeretkezés után, az étel közben, a ölében elmondja a nő, azért ő nagyon tudja, figyelj, szerintem, akkor a férfi, mint a hülye, ő már megy is, és csinálja azt, amit a végül is a nő irányítja sokszor, de a női energia, a női, akkor mi a csillagokat lehozzuk nektek, és mindentől megvédünk titeket. De nem véletlenül vagyunk ilyen testben. És persze ez nem az, hogy ki mondja meg, hogy milyen a nő. Senki, meg lehet súlyemelő is szerintem, meg lehet autóversenyző is. Ha ennyire nagy a tüzesség benned és a harcosság, lehet, hogy jobb is, hogyha az vagy. És akkor otthon meg teljesen már a női oldalad és a melegség és a gondoskodó is, nem csak az, de az is ki tud jönni. Mert éppen amikor valaki ilyet szólt be, az a 3, 4, 5, 6, 7, 8 ember, abból éppen nem a magában helyén lévő, meleg, befogadó, beavató, elismerő, gondoskodó, otthonos, puha, a férfit támogató és segítő női energia szólalt meg, hanem az apát el nem fogadó, az apával küzdő, az apával harcoló, a férfival harcoló, az autoritással harcoló, a magát lefelé lenyomva érző, és majd megmutatom, és a férfival egyenlővé akarom tenni, és a férfival versengő, és a férfit a helyéről kijutni akaró, és legyőzni akaró nő szólal meg. De nem kell. Mert nem vagyunk ellenetek. Itt mi biztos nem voltunk ellenetek. De lesz egy női rész is, mert egyébként nagyon szeretem a nőket, és nagyon felnézek rájuk, és nagyon tisztellek titeket, és nagyon köszönlek titeket, és tényleg hála Istennek, hogy csak nagyon, tényleg én magam, ami ilyesmi üzenetre emlékszem, a nagyon-nagyon sokból, kommentből az mondjuk talán 6-7-8-at össze tudnék szedni, a tényleg több mint 1000-ből, tehát nagyon jó az arány. Csak ez elkezdett gondolkodtatni engem, tudod? És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy de jó, hogy a nők többsége úgy viszonyul a férfihoz és a férfiakhoz, ahogy viszonyultok. De azért egy pár nőtárs meg úgy, és az elgondolkodtatott minden ilyen harciasság. És hogy, de hogyha egy férfi úgy így lenne a nőkkel, annak is mondanám, mert nem, a nőket nem harcolni kell egymással, együtt kell lenni. A szeretkezés is. Egyik a másikból. Együtt hozzuk létre a gyereket. Például. Vagy ez csak egy szimbólum, de együtt vagyunk. Yin és Yang. Együtt vagyunk. És mindenkit elfogadni. Tehát akinek visszatérve baja lenne, hogy itt bejön egy pincér ide, vagy egy nem tudom, ilyen szállodai, nem tudom, ilyen ember vagy segítő, és nekem föltűnne, hogy itt ő meleg vagy nem, akkor bennem valami, az egy dolog, hogy feltűnik, jó, érzékelem, hogy ez nő, férfi, de hogy valami bajom lenne vele, akkor bennem nincs a helyén. Ha benned látsz valami tévét, és ott nincs a férfi, nő, és megüt, akkor benned van valami nem a helyén. Bármire, amire ugrasz, hogy benned nincs ott a helyén valami. Szóval
Na, ennyit akartam így gondolkozni, filozofálgatni, felfeldobni, és nagyon köszönöm, hogy voltatok, nagyon köszönöm, hogy néztétek és nézitek, nagyon-nagyon köszönöm, nagyon nagy örömet szereztetek, és remélem, hogy mi is tudtunk örömet szerezni, és tényleg tudtunk valamit adni. Én nagyon szerettem ezt, hogy mi adhattuk, nagyon örülök, hogy ez így sikerült, és nagyon igyekszem továbbra is szolgálni, adni, és megvalósítani az inspirációimat, ötleteimet, hogy talán hozzá tudjunk tenni valamit ehhez a világhoz, és jobb lehessen általunk, vagy fejlettebb, vagy ébredőbb, vagy ébresszük, vagy a tudatosságot emeljük. És köszönöm, hogy díjaztátok, és köszönöm, hogy díjazzátok, és köszönöm, hogy elismertétek, és köszönöm, hogy támogattátok. Nagyon-nagyon köszönöm itt most a masszív tömegnek szóló 95%-nak. Nagyon szépen köszönöm az összes üzenetet, amit küldtetek, és hogy fölhívtatok, és hogy üzentetek, és hogy írtatok, és a kommentben. Nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon jól esik. Nagyon jól esik. És köszönöm az összes nekem az üzeneteket, akár bármelyikük, a Lajosék, vagy a Zsolték, vagy bárkinek a YouTube oldalán. Megkaptam, olvasom nagyjából, még vasárnapig olvastam, de megkaptam, vagy kapom, vagy köszönöm. Értem, hogy vagytok vele, és igyekszem, hogy továbbra is szolgáljam ezt, és igyekszem ezt is folytatni. És tényleg lesz női kör, mert egyébként nagyon érdekel a női kör, és már 1-2-3-4 nő meg is van bennem, akikre nagyon kíváncsi vagyok, és akire nagyon felnézek, és akik nagyon tisztelek, és akik valóban nők. Így, úgy, amúgy, de valóban nők, és gyönyörűen másfajta nők, vagy mi is másfajta férfiak voltunk ott, de mégis hasonlókat, másfajta nők, más korúak, más élőek, vagy más puhaságúak, de nők, a nőiségnek gyönyörű megnyilvánulásai, és nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Úgyhogy először, mielőtt lesz folytatása ennek, biztos a női rész lesz meg, úgyhogy azt már elkezdtem összeírni, és hamarosan föl is keresem őket, és nagyon várom. Várom, hogy ott legyek közöttük, és hogy és nézd meg majd, amikor, hogyha ez meg lesz, ha az kijön, biztos van olyan ember, aki nem hallott róla, vagy nem tudta, hogy én csináltam egy ilyen vének, mi a címe? Vének társasága? Vének tanácsa? Vének tanácsa című videó. Tehát biztos van olyan ember, és főleg van olyan férfi. De nézd meg, ha mondjuk először vele jönne szembe ez a női kör, amit majd csinálok, nem fogják azt írni ott kommentben, hogy hol a férfi? Hol a férfi? És akkor ott a nő meg elkezd veszekedni vele. Kontrolsd meg, az is volt! Az volt az első! Csak azt mondja, az utána készítette ezt az Iván. Inkább jó lenne, ha figyelnél, ott volt a legelején. Jó, hát kusolja már ne. Valószínűleg nem lesz ilyen. Egyrészt nem lesz az ilyen az én platformomon. Másrészt nem lesz ilyen férfi. Tehát ez érdekes. Ez érdekes. De mondom, érthető, mert a férfiak ilyen értem a másik nem által nem voltak elnyomva. Nők el voltak nyomva a másik nem által. De hidd el már nem, és ne harcolj velünk, és ne herélj ki minket, és ne nyomj el, mert neked is szükséged van ránk. Nem, nekünk nincs. Mi egyedül is fölneveljük, mi egyedül is beültetem, egyedül is felnevelem, egyedül is harcolok, én is tudok lőni, én is tudok futni, én is tudok súlyt emelni, én is tudok mit csinálni, és én is tudok harcolni, és nekem csak ne dumálj be, és majd én izélek, és majd megfullak hátulra, és majd izélek, és me too, és majd kinyírlak, és bevállalak. Mi ez a düh? Mi ez a harag? Mi ez az ellenségeskedés? Ez mind az egyébként, ugye, belénkivódva transzgenerációsan is, hogy sokáig elnyomtunk titeket, vagy nőket, de már téged nem. Amire te már reagálsz, az már nem elnyomás. Úgyhogy vedd ezt észre, ha ilyet érzel, vedd ezt észre magadba, és ne küzdj ellenünk. Nem szóld meg magadba, és mi itt vagyunk, hogy segítsünk. Biztos vagyok benne. És aki nem olyan férfi társam, aki segítene, vagy tisztelne, vagy támogatna, úton, útfélen, ha ott vagyok, őnek is mondom, és őnek is szólok. És ezért vagyok, hogy a mindenfajta ébredést segítsek, szolgáljak, és remélhetőleg történik továbbra is, velem is ez a nagy kegyelem. Úgyhogy köszönöm, jönnek a folytatások, jön ez a női kör is. És köszönöm, hogy néztétek, és nagyon jól esik, és köszönöm, és nagy öröm. És örülök, ha tényleg tudtunk benne valamit adni, mert szerintem is sok jó mondat hangzott bel benne, sok jó téma hangzott, de 2-3-szor meg kell nézni,
talán egyben meg kell nézni, nagy képernyőn meg kell nézni, ott kell lenni, mintha ott lennél velünk, vacsora közben nézd meg, mintha ott lennél, nézd meg újra, egyben, vacsora közben, nagy képernyőn, nézegesd, írj föl témákat, gondolkozz el, és fogadj el minket, és fogadj be minket, és ölelj meg minket, és értékeld. Értékelj minket, mert azzal mutatod magadnak is, hogy a szépet értékeled, nem csak rólunk szól, hanem kapsz valamit, jön valami, azt értékeled-e vagy kritizálod, hol a fókuszod, jön valami, tényleg, bele lehet kötni minden dologba, persze, itt is, de értékeled inkább, vagy kritizálod. Beleállsz, beleszúrsz, vagy azt mondod, hogy de jó, köszönjük, vagy na, fontos, ez is önismeret. Ki a személyiségétől függően, a személyiség megdolgozottsági szintjétől függően és ébredettségi szintjétől függően reagál egy ilyenre is, meg a maira is. Csókollak titeket, köszönöm szépen. Sziasztok!